Sziasztok! Ez a mai egy történelmi haul videó lesz, ugyanis megrendeltem az első cipőmet online, és már többször említettem nektek, hogy eddig soha nem mertem cipőt netről rendelni, mert elég problémás a lábam ilyenekben, viszonylag kicsi lábam van, 6-os, 7-es, illetve az összes lehető cipő felszokta törni a lábamat, de mindenféle lehetetlen ponton, úgyhogy eddig nem mertem cipőt rendelni, de mostanában láttam a neten ilyen egész hosszú szárú csizmákat, amik így comb fölé értek, és nagyon-nagyon szűkek voltak, ilyen velúros jellegűek, és teljesen beleszerelmesedtem ebbe a típusú cipőbe, és aztán megláttam egy teljesen ugyanilyet, talán kicsit sok lesz már a teljesenből, a lényeg, hogy egy totál ugyanilyen csizmát láttam, és a weboldalon írt méretek alapján jó volt a lábamra, mármint így szükség szempontjából is, mert minden egyes cipő, amit föl szoktam próbálni, nagyon eláll a vádlimnál és a combomnál is, és ez jónak tűnt. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen lesz valójában, és megérkezett, és tadám! És már az izgatottságomból kitalálhatjátok, hogy fantasztikus ez a csizma, nagyon-nagyon tetszik. Tényleg tökéletesen passzol a szára az én lábamra is, nagyon-nagyon szűk, de szó szerint már annyira szűk, hogy inkább harisnyával érdemes fölvenni, mert ha már nadrág van rajtam, akkor már túlságosan szűk tud lenni, úgyhogy tényleg ez egy tökéletes csizma rövid nadrághoz, szoknyához, meg ilyen egyberuhákhoz, de szó szerint imádom. Elég viszonylag magas a sarka, de elég kényelmes, ami egyébként fura benne, hogy felül semmiféle merevítése nincsen, és itt az alsó részén is csak idáig van, úgyhogy a bokámat nem fogja semmi, ez az egyetlen zavaró dolog benne, mert ha itt valami merevítés lenne benne, akkor sokkal, de sokkal kényelmesebb cipőről lenne szó, de kárpótol az, hogy valami fantasztikusan néz ki, úgyhogy imádom ezt a cipőt. Nagybetűkkel. Igen. A másik dolog, amit nagyon vártam ebben a rendelésemben, az ez a fölső volt, amiről szintén rengeteg képet láttam már Instagramon, Pinteresten, meg ilyesmi, és valahogy megint ez egy olyan darab volt, amit sokáig nem szerettem, és aztán meg így teljesen így átfordult a dolog, és nagyon-nagyon szerettem volna egy ilyet. Kíváncsi voltam, hogy milyen lesz, és ez is tökéletesen passzol rám. Nagyon szeretem az olyan felsőket, amik ennyire szűkek, ahogy láthatjátok, az ujja is teljesen passzol a kezemre, úgyhogy megint csak egy teli találat ez a két darab idájuk, úgyhogy nagyon-nagyon szuper izgatott vagyok ezzel a kettővel kapcsolatban. Ez egészen biztosan sokat lesz rajta, viszonylag mély kivágása van, úgyhogy elképzelhető, hogy ezt a hétköznapokon inkább egy fekete toppal alatta viselném, mert nekem már ez túl sok így, hogy ha mozgok, akkor ki tudja, hogy mi villan ki, úgyhogy inkább toppal fogom viselni valószínűleg. Aztán a harmadik dolog, ez a szuper vastag, nagyon-nagyon durván télig kötött pulcsi, ami tényleg a masszív téli időkre tökéletes, amikor nagyon-nagyon hideg van. Magas garbó nyaka van, a kötése is nagyon vastag, úgyhogy tényleg egy igazi kuckózós fölsőről van szó. Egy hangyányi talán lehetne karcsúsítottabb az oldalamon, de így is nagyon tetszik, egészen biztosan jó alá lehet öltözni, illetve ez tipikusan olyan darab, hogy alul mondjuk fel tudod venni egy szoknyával, vagy rövid nadrággal, felül pedig nagyon-nagyon vastag, és akkor így kellően kiegyensúlyozzák egymást. És egy csomó szöz kijött belőle most, nem mindegy. Rendeltem két nadrágot is, az egyik egy farmer nadrág, ami ilyen sok koptatás van. Én nagyon szeretem az ilyen fazonúakat, és ebben azt szeretem kifejezetten, hogy koptatott, szaggatott, de nem teljesen kivágott, mert az olyanokat abszolút lehetetlen számomra télen fölvenni, mert megfagyok bennük, de ez pont úgy szaggatott még, hogy nincsen kint belőle a bőröm sehol, úgyhogy tök jó lesz. A másik pedig egy bőrhatású nadrág volt, amit a kép alapján nagyon-nagyon megtetszett, és már régóta szerettem volna egy ilyen darabot, viszont ez elég picike rám. Ha mondjuk ezt így feltartom, akkor tényleg úgy néz ki, mintha egy 10 éves gyerekre való lenne, de én először nem ijedtem meg ettől, mert szinte az összes nadrágom, amit így netről rendelek, feltartom, és úristen, mondom, ez egy 10 évesre való, de általában annyira stretchesek szoktak lenni, hogy mégis jók rám, és ez is a lábszára tök jó, de derékban már sajnos túlságosan szűk. Még nagy nehezen be tudtam gombolni, és be tudtam gyömöszölni bele magamat, de valószínűleg a nap folyamán belefulladnék, úgyhogy sajnos ezt nem fogom tudni fölvenni. Ha már nadrágoknál tartunk, egy kiegészítő, fekete öv, ami valamiért nekem nem volt fekete övem, pedig már annyiszor kellett volna az ilyen nagyobb nadrágokba, úgyhogy beszereztem ezt az egyszerű kis fekete övet, aminek ilyen aranyszínű csatja van. Magas derekú nadrágokhoz szerintem tök jó választás, ez a testszínű csipke felső, aminek enyhén crop top jellegű az alja, tehát nem ilyen szuper rövid, de picit rövide, úgyhogy ha
nagyon magas derekú nadrágot veszek föl, ami a köldökömig ér, akkor pont még ilyen 1-2 centi van kint a bőrömbön, ami szerintem még ilyenkor is abszolút belefér. Szerintem télen nyára egyaránt jó lesz ez a felső, hiszen nem túlságosan rövid, viszont nyárra meg így az ujjak kellően légáteresztő, ugyanis teljesen csipkés és nincs alatta semmilyen bérés vagy ilyesmi, úgyhogy szerintem ez egy tök jó kis darab. Ebben a rendelésemben egyetlen egy csalódásom volt, rendeltem egy ilyen kicsi western jellegű kis kabátkát, amit így blazer kardigán helyett gondoltam, tökre tetszett ez a rojtos kis díszítés rajta, viszont ez élben abszolút gagyi hatású, az anyaga sem tetszik egyáltalán, ilyen papír jellege van, és túlságosan nagy rám mindenhol így a keze, és ahogy látjátok, nagyon-nagyon széles, úgyhogy sajnos ez nekem nem vált be, de az összes többi dologgal nagyon meg vagyok elégedve. Kivétel sajnos még itt ez a kis nadrág, de hát ez nem az ő hibája, úgyhogy nem akarom bántani. Aztán a végére még néhány kiegészítő, beszereztem pár ékszert is. Van egy ilyen kis pasztell árnyalatokból álló kis fülbevaló, ami szerintem majd tavasszal lesz különösen jó, ugyanis én akkor nagyon szeretem az ehhez hasonló cukorka színeket. És ha már a fülbevalóknál tartunk, akkor beszereztem ezt a türkiz köves darabot is, és tudjátok, én az ilyen türkiz köves dolgokért nagyon-nagyon oda vagyok, és ez azért is tetszik nagyon, mert nem fog elveszni a hajamba, a színei miatt eléggé feltűnő lesz, úgyhogy szerintem ez egy tök jó, egyszerre visszafogott, de mégis különleges darab. Most, ahogy ránéztem erre a karkötőre, ami már így képen is nagyon megtetszett, nem tudom miért, de valahogy úgy írnám le, hogy ez valahogy Karib-tenger kalóza is. Ha mondjuk kalóz lennék, és úgy kellene felöltöznem, akkor biztos, hogy így a Karib-tenger kalózai jelmezemnek ez részét képezné, de ettől függetlenül nyilván nem csak jelmezként hordanám, nem tudom, amiket beszélek egyébként. Na mindegy, a lényeg, hogy tetszik nagyon ez a... attól, hogy ilyen vastag és picit olyan robosztusabb, nem kifejezetten olyan ékszer, amit általában viselni szoktam, tehát többnyire az ilyen finomabb darabokat szeretem, de most ebbe kifejezetten tetszett ennek a vastagsága, illetve a súlya is megvan neki, úgyhogy akár fegyverként is használható. Beszereztem még ezt a kis kétsoros nyakláncot is, amin, ahogy láthatjátok, egy V-alakú, illetve egy félköríves kis díszítés van. Ez nagyon megtetszett nekem, mert talán így pont középen foglal helyet a visszafogott és a statement nyakláncok között, úgyhogy szerintem ez nagyon jó pofa, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik. Gyűrűt mostanában viszonylag ritkán hordok, de ez a darab annyira tetszik, hogy szerintem vissza fogok szokni rá, meg valahogy az egyszerű dizájnja, hogy semmi csicsor nincs rajta, semmi kő, semmi extra, mégis valahogy önmagában annyira különleges, úgyhogy szerintem ez most visszahoz engem így a gyűrűkhöz, és most is rajta is marad a kezemben, mert annyira megtetszett. Az utolsó darab egy nyaklánc, amiben beleszerelmesedtem a kép alapján, viszont ez sajnos szétesve érkezett. Egy hosszabb nyaklánc, amin egy ilyen köves kis medál van, de sajnos itt szét van esve. Meg tudom oldani egyébként, mert majd egy másik karikával összerakom őket, biztos az utazás során megsérülhetett, de szerintem nagyon-nagyon jó pofa. Én nagyon szeretem az ilyen köves dolgokat, úgyhogy ez is kifejezetten megtetszett is. Tényleg az ilyen egyszerű felsőket annyira jól fel lehet dobni az ilyen darabok, úgyhogy szerintem szuper. Úgyhogy ahogy körbenézek, azt hiszem megvolt minden. Igen, ezeket a dolgokat rendeltem innen, ezt a csizmát imádom, úgyhogy nagyon ajánlom nektek is, ha hozzá hasonlóan vékony lábatok van, akkor egészen biztosan ez jó lesz rátok. Higgyétek el, mindent kipróbáltam már, és soha nem találok olyan csizmát, ami jó lenne a lábszáramra, ez viszont mintha rámöntötték volna, szó szerint olyan akár egy harisnya, és nekem ez volt így a nagy elvárásom, úgyhogy nagyon-nagyon örülök ennek a darabnak. Remélem tetszett nektek ez a videó, írjátok meg kommentben, hogy nektek melyik darab tetszett innen a legjobban, illetve ha vettetek mostanában valamilyen szuper dolgot, akkor azt is írjátok meg nekem, hogy le tudjam csekkolni. És köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!